Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ünnepelni jöttünk, kérem szépen, akinek piros-kék a színe és a szíve, az ma ünnepel, hiszen egy nagyon-nagyon kedves barátunk, nagyon kedves barátom, Horváth Gabi a vendégem. Szia! A népszerű Perás, ezt mindenki ismeri, ezt a nevet Székesfehérváron és az országban mondhatom, hiszen ma ünnepli 60. születésnapját. Isten éltessen, Gabikám! Nagyon szépen köszönöm a köszöntést, és Fehérvár Televízió nézőit szeretettel üdvözlöm. Gabikám, hát igen, eltelt ez az idő, és egy kicsit tekintsünk vissza. Ugye Kislángon születtél, Kisláng az egy csoda volt. Csoda volt, mert Kisláng azon kicsi falvak közé tartozott, ahol elsősorban az édesapádnak köszönhetően remekül éltek az emberek. Ezt én megtapasztalhattuk, hiszen azért jártunk oda a boldog békeidőkben egy kicsit bulizni ezért-azért. Tehát az egy csoda pillanat. Viszont aki Fehérvártól ilyen messze nő fel, az nagyon sokat megtanul a világból, mondom én. Igen, hát Kisláng a szívem csücske, mivel ott születtem. Annak idején a négyen voltunk testvérek, és a három másik testvérem, a két nővérem, egy bátyám otthon születtek, és én akkor be kellett volna hozni Fehérvárra a kórházba, de viszont a édesanyám kérte, hogy ha lehet, akkor a négy gyerek is a nagyszobában szülessen, és a szülői háznál történt ez meg, és mély nyomokat hagy ott az emberbe a kislángi időszak, mivel hogy egy nagyon szerető, egymást segítő és egy nagyon jó családban nőttem fel, és összetartó volt a családunk, a mai napig is összetartó, aki még van belőle. Igen, hát sajnos édesanyád és édesapád már nem lehet köztünk. Igen, igen, és egyik nővérem is meghalt, de még hárman vagyunk, nagyon összetartók vagyunk, és nagyon sokat köszönhetek Kislángnak, mert tényleg egy nyugalom szigetén nőhettem föl, amire nagyon büszke vagyok mindig is, az volt. Ugyanakkor Fehérvárra kerülve a Vasvári Pál Gimnázium első testnevelés tagozatos osztályának tanulójaként és elismert tehetségként egy pillanatig sem volt kétséges, hogy itt a helyed, mármint a Videótonban. Ez egy legendás időszak volt, hiszen kevesen beszél, mindenki a Videótonról kérdez, holott ennek az egésznek az alapja az volt, hogy akkoriban Albert József, aki egyben az osztályfőnököd is volt, és a Vasvári Pál Gimnázium igazgatója, aki sajnos szintén nem lehet velünk, és Lakos Imre gondolt egy nagyot, és elkezdték keresni, kutatni azokat a fiatal tehetségeket minden alapsportágból, akik aztán a később, én azt mondom, hogy nem csak a futballban, hanem az alapsportágakban, mindenben az országos bajnokok lettek és elismert sportemberek. Te hogy választottad a testnevelés tagozatot? Én úgy választottam a testnevelés tagozatot, hogy a Kislángon a egyik szomszédunk oda járt a Vasváriba, és ő ajánlotta a Lakos Imrének, hogy van itt egy gyerek, nézzük meg, próbáljuk ki, és én így kerültem be, felvételiztem a testnevelés tagozatra, és ahogy mondtad, Lajos, a Albert József Lakos Imre páros, nagyon sokat köszönhet ez a város, a Vasvári középiskola, mert a kiválasztása, hogy megtörtént ebbe az első testnevelés tagozatos osztályba, az egy példaértékű volt. Nagyon sok jó sportoló, jó tanuló is került ki, és ez egy ilyen útmutató volt a jövőre nézve. Köztudottan utána nagyon sokáig működött ez a tagozat a városba, az iskolába, és olyan pedagógusok mellett, mint Román Károly, az említett Albert József, Lakos Imre, egy olyan iskolai élet, egy olyan demokratikus központ, így mondhatom, hogy lett a Vasvári, ami azt hiszem, hogy példaértékű volt akkor
Ugye az előrevetítette a sikereket, és itt ne feledkezzünk meg Csiszár Guszti bácsiról, akinek nagyon jó szeme volt a falusi pályákat járva, mindig felfedezett egy tehetséget. Az a ti osztályotokban ugye járt Porogi Lajos Rinya, Rinyaújlak szülötte, aki egy fantasztikus ballába volt, ezt Rákosi Gyula ugye a 76-os UEFA kupa döntőn ezt el tudná mondani. Aztán ott volt Nagy Tibi, vagy Frizenhamisi, Fésűs Irén, Monostori Zsuzsa osztálytársaid, akik kosárlabdában, röplabdában is fantasztikus eredményeket tudtak felmutatni. De az alap mindig a futballi volt. Én azt gondolom, hiszen többszörös középiskolás bajnokságot nyertünk együtt, úgyhogy ez egy nagyszerű korosztály volt mindenképpen. Viszont, és töretlen volt a fejlődésed a klubban is. Hiszen 14 éves korodban kerültél fel, aztán 76-ban ugye bajnokságot nyertünk, ifi bajnokságot, az országosat értelemszerűen, 77-ben pedig már kirobbanthatatlan voltál a tartalékcsapatból Szőke Miki. Beszélgessünk egy kicsit Szőke Miki bácsiról, mert hogy ő volt az, aki nagyon-nagyon sok fiatal tehetségnek megteremtette a lehetőséget, hogy a később a NB1-es pályafutása legyen. Igen, Szőke Miki bácsi egy kiváló utánpótlás edző volt, és az akkori gárda, az ifi gárda, aki szintén országos bajnok volt, alapjait tulajdonképpen ő építette fel, meg a későbbi nagy csapatba, akik azért játszottunk abból a gárdából, meg a magyar ifjúsági válogatottba, azt Miki bácsinak nagyon sokat köszönhetünk. Nagyon sokat, és nagyon jól, precízen dolgozott velünk. Kemény volt, de soha nem igazságtalan. Éppen ezért nagyon jó úton indultunk el. Utána Szabó Karcsi vitte tovább ezt a gárdát tulajdonképpen, amíg nem kerültek el innen a akkori csapatársaim, akik közül, ha nem nálunk, akkor máshol lett stabil NB1-es futballista, itt Tolajos Sanyira gondolok például. Egy nagyon jó utánpótlást nevelő munka folyt a Videótonnál, igen, amit a Csiszár Guszti bácsi hozott össze, és onnan könnyebb volt a felnőtt csapatba utána bekerülni, mert olyan kiváló alapokkal rendelkeztünk, ami előrevetítette azt, hogy tényleg itt lehet egy jó kis futballista pálya, jó pár emberüknek. Igen, kevesen tudják, hogy lettél balhátvéd. Ugye én nagyon is jól tudom, egy középső középpályásnak indultál, aki fantasztikus cselező készséggel rendelkezett, sőt, néha ez túlzásba is vitted keresztbe a pályán mindenhol, oda-vissza. Aztán jött egy időszak, és rád lehet, ha úgy tetszik, először a Szőke Miki bácsi, utána Szabó Karcsi, mert hogy ugye volt egy Mater Lacink, aki ugye elment Kaposvárra főiskolára, ott játszott egyébként NB1-ben, és kellett egy balhátvéd. És az abszolút jobblábas létedre lettél, a Videóton mind álomcsapatában is benne vagy, ugye te vagy a balhátvéd a legendás álomcsapatban, én azt mondom, hogy csak a védelmet mondom, hogy ne legyen ilyen túl hosszú, de Vég, Kovács Józsi, Bognár Feri bácsi, Horváth Gabi. Díszpeti a kapus természetesen. No, először pedig nem fülött a fogad hozzá, én emlékszem rá. Igen, érdekes volt, ahogy kitalálták nekem az edzőim ezt a posztot. Kicsit furcsa volt először, de utána megszoktam, és az élet, a sors az úgy hozta, hogy nagyon eltalálták, hogy én igaz, hogy jobb lábbal, de 12 éven keresztül az első osztályban játszani. Úgy érzem, hogy olyan szinten, meg annyi meccs számmal, amennyit lejátszottam, az valami nagyon remek dolognak tartottam. És az élet így hozta, hogy nekem ez így volt kitalálva. Igen, a harmadik legtöbb meccset játszottad a Vég Tibi és a Súnyi Karsai Laci után. 79-ben, tehát az is már nem most volt mi, 79-ben mutatkoztál be az első osztályba, emlékszel arra a meccsre? Igen, Dunajvárosban, 79. június 16-án Dunajváros Videóton 3-2-re nyertünk, utolsó forduló volt a 78-79-es bajnokságban, és Lantos Misi bácsi volt a vezetőedzés,
voltak sérültek, meg formában nem olyan, formában nem voltak abban az időben, a vége felé már leült társaság volt, és kitalálta az öreg, hogy hát kipróbál, és hát Isten nagyon jól sült el az egész, és akkor utána onnantól kezdve sikerült. Hát csak sérülés miatt maradták ki a csapatban. Igen. Hát a 317 mérkőzés plusz egy 150-60 nemzetközi mérkőzés, hát közel 500 olyan meccset játszott a videótomban, ami én úgy érzem, hogy ezért érdemes volt sok mindent feláldozni. Ugye akkor mások voltak az edzések, 2 órás volt egy edzés, nagyon sok hosszú távú futás is belefért, Borsányi Pistával ugye, és Olajos Sanyival a legjobb futók, tehát futottunk mi a lóversenypályán, igen. Volt ott minden, és akkor még volt Cooper-teszt, élen voltál abban is. Igen. Viszont ennek ellenére a technikailag pedig magasan kiemelkedtél a védőtársait közül, ezt elmondhatjuk ma is. Igen, érdekes, nagyon szerettem kispályázni mindig, és a labdával való minden jobb barátságban lenni. Valahogy az élet így hozta, hogy ezek a kis játékokban ügyeskedett az ember, és ezt megtanultam már gyerekként, meg az edzőim, akikkel dolgoztam annak idején, a fizikai felkészítés mellett tényleg ezek a hosszú távú futások nagyon keményen nyomtuk, és ott voltunk mindig az élen, ott volt egy olyan 4-5-6 ember a csapatból, akik ilyenkor versenyeztünk egymással, hogy ki lesz a jobb, meg minden, és ez nagyon jól sült el, mert ebből csak a csapat profitálhatott, és tényleg a labda ügyességet, tulajdonképpen a játék ügyességet, azt az ember úgy sajátította el, hogy rengeteget játszott kispályán, amit annak idején jóval többet műveltünk, mint mostanában, és abból adódóan jött ki az, hogy hát a nagypályán is ezt lehetett kamatoztatni. Ugye a 76-77-es bajnoki ezüstérmet azt mi megsirattuk közösen, és nem is erről akarlak kérdezni, sokkal inkább arról, hogy beérett egy korosztály. Ugye a Diszt Laci is felnőtt, és akkor már tudtuk, hogy 80-tól elindul egy olyan folyamat a Diszt Petiékkel, veletek, mindazokkal, akik megmaradtak ott, Vadász Imi, hogy lesz egy csodacsapat, hiszen az 56-os korosztály Végtibi, Csongrádi, Feri, Májer Lali, Szabó Józsi, és ezzel kiegészülve lesz egy nagy csapat. Így is történt. No, de mi kellett ahhoz, hiszen ennek már volt előszele az UEFA Kupa menetelésnek a bajnokságban is, és ráadásul egy ideális korosztály volt a tiétek. Igen, mindig azzal szoktam példálozni, hogy nagyon jó összetételű volt az a gárda. Ők, ahogy te is mondtad, korba is nagyon jó volt, mert a viszonylag fiatalabb és túl öreg játékos nem volt. És a másik dolog az, hogy olyan jó versenyző típusú futballisták kerültek egy helyre, és előtte már együtt játszottunk mi 2-3 évet, mielőtt a klub történetének legnagyobb sikerét elértük, hogy azt előrevetítette már az egész dolgot, hogy itt tényleg egy nagyon stabil, és szellemben, közösségben egy olyan kohézió volt a csapaton belül, amivel a hegyeket meg lehetett mozdítani. Igen, és ehhez kellett a Kovács Feri bácsi. És ehhez kellett egy olyan edző, aki erős kezű edző volt, ugyanakkor tudta, hogy mikor kell korbácsot használni, mikor kell simogatni, meg kivel mit kell csinálni, játékosonként egyénileg is lebontva a dolgot, mert van, akinek az egyik kellett, van, akinek a másik fajta törődés, úgymondva. Jól ötvözte a Feri bácsi ezt a két dolgot, és hát ideális volt, úgy érzem az is, hogy abban az időben a labdarúgás színvonala az magasabb volt jóval, és rengeteg olyan tapasztalatot tudtunk szerezni már a külföldi a nemzetközi mérkőzéseinken is, amivel ez a gárda csak erősödött, és mikor az igazi nagy tétmeccseket játszottuk, akkor
akkor ez kijött, ez a tapasztalat. Igen, mindenképpen. És ha belegondolunk, hogy ahogy az aranycsapat összeállítását fújják, itt is mondja mindenki, hogy igen. Igen, hát az a... Tehát azt mondom, hogy Diszpeti, aztán folytathatjuk, hogy Vég, Diszlaci, Csuhai, Horváth Gabi. Igen. És így tovább. Tehát... Igen, igen. És... Hát ez a Burcsú, Csongrádi, Vadász, Májer, Szabó, Novát. Ez a 11 tulajdonképpen... Igen, hát ez... Ha nem is aranycsapat, de ez így csapat lett. És ráadásul végigjátszottad az összes meccset, a Zseljeznics elején olyan lecseréltek, de az, mondjuk az nem érdekes. Mit gondoltatok, mikor elindult ez a menetelés? Ugyanis már az első, ott azért rezgett a léc a Dukla Prága ellen. Mi volt a motiváció, Gabi? Mindig a következő, egyet hűsünk tovább. Egyet menjünk tovább, erőt éreztünk magunkban. Előtt éreztünk magunkban, és az volt a legfontosabb, hogy tulajdonképpen az ötödik meccsen kaptunk gólt itthon. Ez alap volt ahhoz, hogy nagy sikert érjünk el. Persze, hát a szerencse faktor az benne van mindig, mert az első mérkőzés a Dukla ellen ott volt egy keresztbe átguló labda a gólvonalon, ami nem befele ment, hanem kifele. Nem tudjuk meg, de hát a ha, mindig azt mondom, hogy a ha, meg a talán az nem játszik. Világos, persze, így utólag meg főleg. És én azt mondom, hogy ez azért is nagy dolog, mert önmagában ez a menetelés, mert hogy ma elképzelhetetlen, ha valakinek én azt mondom, hogy Paris Saint-Germain, Manchester United, Real Madrid, akkor rám néznek, és azt mondták, hogy na hát öreg fejével, mert én is öregszem, elment az én eszem. Melyik volt ebből a... Hát a legenda, a Paris Saint-Germain, tehát nincs feljebb, én azt gondolom. Az a három győzelem. Mindegyik adott valamit. Mi mit adott tényleg? Akkor vegyük sorba. Mindegyik adott valamit. Egy ilyen párizsi mérkőzés, egy olyan euforikus hangulatú örömfutballt. A Manchester United ellen én azt mondom, hogy nekem az volt a csúcs, én úgy érzem, attól függetlenül, hogy kupadöntőt játszottunk utána a Real Madriddal, de valahogy a Manchester elleni visszavágó az valami olyan különleges érzés volt az emberben, hogy az ember ilyen nem nagyon él meg. Természetesen a kupadöntő is 96 ezer néző előtt, mert azért nem mindig játszik az ember ennyi nézőt. Igaz, mi nekünk megadatott, hogy itthon is azért viszonylag sokszor játszottunk 20-30 ezer nézőt, sőt, külföldön játszottunk 50-60 ezer emberrel futballozni, és egy Real Madridnál természetesen, akit 12 év után sikerült legyőzni olyan csapatnak kupamérkőzésen, tehát a nemzetközi kupamérkőzésen. A Bernabeu-ban. Igen, a saját stadionjukban, hogy aznak meg az volt az igazi pikáns dolga is. Igaz, hogy itthon el lett kicsit szúrva a hazai meccs, de valahogy a sors így írta meg, hogy ezek árpótolt bennünket, és a ezüst is nagyon szépen csillog. Beszéljünk egy kicsit az utóéletéről. Én azt hiszem, hogy kevés népszerűbb ember volt egy futballistánál Fehérváron. Ma már az elképzelhetetlen, változott a világ, hogy jó felé vagy sem, ezt nem tisztem megítélni, de az tény, hogy akkor nagyon jó volt fehérvári belvárosban sétálni. Ma már futballistát nem látunk, akit esetleg látnak, nem is ismerik meg az emberek, de példátlan népszerűséget hozott. Igen. Ilyen egyszerű választ fogok adni. Engem úgy engedtek el. Kislányról, hogy ember légy fiam, és ezt mindig is tartottam, és én nagyon szeretem az embereket, és szeretek beszélgetni. Jó hír, rossz hír, barátság, nem barátság, de mindig úgy éreztem, hogy mindenkivel megtalálom a hangot, és a futball sikerek miatt pedig nagyon sok olyan kapcsolatot alakítottam ki, amit úgy érzek, hogy
hogy példaértékű is tulajdonképpen, és én azt kívánom minden futballistának, nagyon jól mondtad, hogy Fehérváron sajnos már nem sétálnak a főutcán futballisták, nem úgy, mint a mi időnkben, de nagyon jó volt a kontakt a szurkolók és a futballisták között, és mindig megtaláltuk a közös hangot. Ugye a menetelés után nem jött leszálló ág, néhány esztendő múlva viszont igen, és ezt többek között ugye meg kellett élned, viszont csapatkapitány lettél. 30 esztendősen azt hiszem, hogy aki egy ilyen reprezentáns együttes csapatkapitánya lehet, aznak kerek a pályafutása mindenféle értelemben. 3 esztendőig viselted a karszalagot. Ez a legtöbb, amit egy játékos az anyaklubjában megkaphat. Igen, ez hatalmas megtiszteltetés és felelősség is volt tulajdonképpen. Ezt elérni, ezért tenni kellett természetesen. Hát ez egyértelmű. Sikerült kivívni ezt a pályafutásommal, a magánéletemmel, mindennel, mert ez így együtt volt kerek. Én nagyon örültem neki, hogy ez így történt, és mai napig is nagyon büszke vagyok rá. Gabika, a nagyfiad, a kispera, aki ugye válogatott labdarúgónk és egy remek ember, most újra Hollandiában keresi a kenyerét, vagy keresi a boldogulását, sajnos, teszem én hozzá. De jó úton jár, én váltig állítom. Nem értem, teszem hozzá, hogy miért nem Fehérváron teheti ezt, de ez egy másik műsor célja lenne, viszont mi újság van veled mostanság? Mostanság a klubon belül a női felnőtt csapatot vittem eddig, és most amit már nagyon vágytam, és ez már egy régebbi történet, ami az ember dolgozott is, a múzeum, ami a Vidaton új stadionjában elkészült, a múzeumban fogok dolgozni, és a múzeumot fogjuk vinni közösen Tauzer Zolival. Ez egy olyan jó érzés nekem, mert én mindig szerettem a statisztikákat, a visszaemlékezéseket, meg a sors megáldott azzal, hogy jó memóriám van, és nagyon sok régi dologra vissza tudok emlékezni, és hát 46 éve ide tartozom a szeretett klubom környezetébe, és most ott lehetek, ahol az egész életemet leéltem, azok az emlékek között, azokat tudom feleveleníteni, és a kedves nézőknek, szurkolóknak, akik majd jönnek, át tudom adni a történeteket, a sztorikat, és az olyan visszaemlékezéseket, ami mind a Vidaton életében fontos volt. Gabikám, még egyszer örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm. És hát fogunk találkozni, nyilvánvaló. És jó egészséget kívánunk. Vigyázz magadra, minden labdarúgó szurkoló nevében, minden székesfehérvári és magyar futballrajongó nevében boldog születésnapot neked. Köszönöm. Is. Kedves nézőink, Horváth Gabival találkozhattunk, aki ma ünnepli a 60. születésnapját. Isten éltesse őt. Minden jót kívánok, kedves nézőink, maradjanak továbbra is velünk. Viszont látásra, hajrá Videoton!